Színes jelmezekben búcsúztatták a telet a gyermekek a Kondor Béla közösségi házban. A több mint 10 éves hagyománnyal rendelkező farsangi rendezvényen ezúttal is szép számmal vettek részt a legkisebbek. Akik ide járnak a kerekítőre, meg akik itt élnek a lakótelepen, gyerekek, óvodások, bölcsödések, egészen kiskortól ugye már ide járnak Farkas Katihoz a kerekítőre, és hát örülünk, hogy be tudjuk őket csábítani. Úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat. Farsang idején díszes állarcokat és jelmezeket öltenek magukra az emberek, hogy elűzzék a hideget. A gyermekek is ötletesebbnél ötletesebb maskarákban ünnepelték a tél utóját. Volt, aki Oreo keksznek, volt, aki szülőnek öltözött. Szabolcs jelmezét pedig 2 nap alatt készítették el szülei. Évek óta járunk ide egyébként, mindig saját készítésű jelmezzel. Olyat akartunk most is, ami saját készítésű, és azért egy pici gyereknek még elviselhető. A fiam meg a lányom volt sűni tavaly előtt, és nem akartuk ugyanazt, és gondolkodtunk, és ez lett belőle. Változatos műsorral telt a farsang. Játékos feladatok, lufi fújóverseny és kézműveskedés szórakoztatta a kicsiket. A legkedvesebb verseny mindközül a fánkevés volt, melyet hátratett kézzel kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Először így leharaptam az elejét, fölül az egyik oldalát, aztán a száma így megfordítottam így oldalra, aztán kezdtem el enni ott a szélét és úgy tovább. A mulatozás végén a jelmezverseny díjait is kiosztották. Az iskolás korosztályban Mici Mackó győzött. 15 ovis közül a szülő lett az első helyezett, míg a bölcsiseknél a kisbárány lett a közönség kedvence.